Na, sziasztok! Arra gondoltam, hogy bemutatom nektek azt, hogy egy napom hogyan telik olyankor, amikor felvételeket készítek, és vagy én, vagy valaki más átjön, és gyakorlunk, tehát hogy felkészülünk arra, hogy milyen lesz maga a felvétel, és legjobban el tudjuk majd készíteni. Én is most gyakoroltam, azt majd látni fogjátok, hogy folyamatosan gyakorlok két verszakot, vagy három verszakot, hogy a lehető legjobb legyen, és akkor megmutatom azt, hogy milyen magában a programban, hogyan tudom, tehát hogy magán a programon belül bemutatom azt, hogy hogyan szoktuk felvenni a dolgokat nagyjából, tehát hogy nagyon minimálisan mutatom be, aztán majd legközelebb bemutatom még durvábban, amikor már tényleg összeáll az egész, meg van a zongor alap is. És elsőnek most el fogunk menni még Sanyihoz, és fölvesszük a zongorát, vagyis hogy begyakoroljuk azt, hogy nagyjából hogyan fog szólni. És akkor elvileg vasárnap elmegyünk, és fel is vesszük, és akkor ott is fogok egy ilyen videót készíteni, ahol fölvesszük az egészet. Ilyenkor fölveszem saját magamat, és azzal fogok gyakorolni, hogy amit fölvettem, azt visszahallgatom, és meghallgatom, hogy hogyan szól, és miket kell kijavítsak. Berakom a zenét, és a zene hallgatásával és a szöveg olvasásával megtanom egyrészt a szöveget. Berögzül a zenének a dallama. Igaz, hogy másképp fogjuk fölvenni, mert másabb lesz a maga a zene, mert ugye zongorával fogjuk használni, és hogy zongor alapunk lesz. És igazából az a lényege, hogy berögzüljön a zene meg maga a szöveg. Akkor stúdióvánon belül elindítom a felvételt, és már lehet látni, hogy szépen megjelenik a hangom. Elindítom a zenét, és akkor föl tudom venni, és akkor meg tudom majd hallgatni, hogy kijön-e, nem jön ki a maga hangmagasság, hogyan fog hangzani, és akkor tudok rárakni különböző effekteket. És az emberek csak futnak, sírva kalimpálnak, mert nem hitték, hogy eljön majd a nap. Na hát ezt tudja, hogy újra kell vegyük. Egyrészt azért, mert kipíkelt a felvétel, ezért ilyenkor a gain szabályzást újra be kell állítsam a mikrofonnak a Scarlett hangkártyán. Úgyhogy egy kicsit lejjebb veszem a gaint. Így. És akkor talán, amikor kijönnek a magas hangok, akkor nem fog bepíkelni maga a felvétel. Szóval miután elindítottuk magát a felvételt, és elkezdünk énekelni, általában úgy csinálom, hogy a verzéket háromszor veszem föl. Azaz, amikor erre a részre, tehát hogy fölveszem egyszer a verzét, utána felveszem még egyszer egy adott verzét, és utána még egyszer. Így háromszor veszem föl az adott verzét, az egy-egy sort, ez egy variáció lesz, még egy variáció, és megpróbálom ugyanúgy fölénekelni. Amikor ez megvan, kiválogatom a legjobbat, és azt teszem legfölőre, beírom majd, hogy legjobb, és ezt fogom szépen úgy keverni, ahogyan én szeretném, hogy hangozzon. Az alatta lévő kettőt még én általában beszoktam küldeni egy effektbe, ami teret ad neki, és így ilyen kis sejmes hangozást fog adni. Amikor ezt megcsináltam, verzék felvételét, utána megnyitok még egy audio tracket, és arra a refrént veszem föl, annyiszor, amennyiszer csak lehet, de úgy, hogy a lehető legjobb legyen, és a jókat kiválasztom. Na sziasztok, és akkor most az következik, hogy fogjuk magunkat, és átmegyünk Sanyihoz, és Sanyinál begyakoroljuk a zenei alapot, és vasárnap így föl tudjuk majd venni. Comprende, MTS Santore. Elfelejtettem.
Mondtam én, hogy el fogod felejteni. Ott nagy, nagy ugrás van. Igen. Akkor vissza akra. És... És az emberek csak futnak, sírva kalimpálnak, mert nem hitték, hogy eljön majd a nap. Mert nem volt divat az Isten, de én mindig is azt hittem, hogy a nagy napon majd úgy is megszólal. Ja. És most jön a dark. És valami ilyesmi. Ilyen kis alaposan.